Hogy érted azt, hogy lögd be? Úgy értettem, hogy jöjjön be. Nem beszélhetsz így. Miért rosszul mondtam? Botrombán. Csak Kárdel mindig így mondta. Sok mindent el kell felejtened a régi életedből. Követned kellene azoknak az embereknek a példáját, akik most körülötted élnek. De igazából nem erről akartam beszélni veled. Tőlem dumcsizhatunk. Üljön ide. Nem gondolod, hogy beszélnünk kell? Nem gondolod, hogy ahogy viselkedtél a lányom Estefánia partijára szégyelni való? Az első és legfontosabb, hogy került ez az Amador barátod be a partira? Elloptál egy meghívót, hogy bejöhessen, ugye? Reggeliztem egy étteremben. Miért nem hívtad a szobapincért? Nem tudom, más környezetre vágytam. Jobb környezetre, mint az itteni? Nem hiszem. Hát igen. Hát békén. Most miért vagy ilyen velem? Mégis mit vársz azok után, ahogy viselkedtél? Hát nem érdemlem meg. Gondjaim vannak. És kell a pénzed. A tegnapi nem volt elég. Ha nincs nálad, elmehetünk a bankba, ahogy mindig. Semmi ellenvetés. Már tudod, hogy mire vagyok képes, ha kell valami. Akkor nagyon mérges leszek. Még hogy én loptam meghívót neki. Ezt nem hiszem el, ez nem igaz. Nekem fogalmam sincs, hogy került oda az a nyomorult a partira. Most is hazudsz, Maricsúj. Nem hazudok. Nem, uram, vagy igen, uram. Már megint hogy válaszolsz? Hát soha nem fogsz megtanulni illedően viselkedni. De térjünk vissza az estére. Ezeken felül szégyentelenül viselkedtél egy olyan helyen, ahol mindenki betartja az illemszabályokat. Ráadásul részegen. De amikor nem tudtam, hogy ez lesz a vége. Iszonyúan szomjas voltam, ugye? És Isabella pedig azt mondta... Ne is fáradj magyarázattal! Láttam, mi történt, és ennyi elég. Juan Miguel és a között az alak között nagyon elfajult a helyzet miattad. És majdnem elrontotta a lányom partiját. De kérem, értse meg... Neked ott sem kellett volna lenned. Megmondtam, hogy nem jöhetsz, és mi lett a vége? De amikor annyira el akartam menni, és Juan Miguel... Doktor Juan Miguel, vagy Juan Miguel úr? Hát ez Juan Miguelnek hívom, mert ő így szereti. Ő mondta, hogy elmehetek. Aztán Cecilia asszony azt mondta, nem mehetek, mert nincs olyan ruhám, ami alkalomhoz illő. Szóval Juan Miguel húga kölcsönzött egyet. Kölcsön adott. De egy estéig még korán sem elég ahhoz, hogy hölgyé változtasson egy ilyen utcalány, mint te vagy. Engem aztán ne sértegessen meg. És végül azt is megtudtam, hogy milyen irigy és féltékeny vagy. Hogy én irigy? Igen, te. Irigykedsz az én Estefániámra. Épp indul, Juan Miguel? Igen, Onélia. Van néhány perce a számomra? Persze, csak ma a Velarde házba vagyok hivatalos, és nem akarok elkésni. Miért nem azt mondja inkább, hogy a barátnője Estefania Velarde házába, aki a lányom Viviana helyére lép. Én nem irigykedek senkire. Féltékeny vagy a lányomra. Ez nem igaz. Cecilia asszony hitte ezt, ugye? De ez nem igaz, ember. Nem vagyok féltékeny, sem irigy, mert az otthonban így neveltek. Azt mondták, hogy az csúnya dolog, érti? És tudja mit? Még elnézem, hogy az asszonyság rosszul látja a dolgot, mert ő egy angyal, aki a mennyből jött, de magának nem engedem. Ki vagy te, hogy megmond, mit és mit nem csinálhatok a saját házamban? Azt aztán nem akarom megmondani, hogy mit csináljon. De ha valami engem érint, az egészen más tészta. Ki hozhat döntést az én életemről? Én, függetlenül a helytől, ahogy maga is. És ez az én szobám, erre mit mond? Hogy szemtelen vagy. És maga mi? Nem értem, ha olyan bunkó, neveletlen, értéktelen kis senki vagyok, ahogy mondja.
Maga meg felsőbbrendű mindenkinél. Akkor miért alacsonyodik le hozzám? Nem értem. Elegem van a butaságai. Nem értem. Engem maga ne sértegessen. Lehet, hogy közönséges vagyok, meg bunkó, meg senki házi, de én nem sértegetek ok nélkül. Szemtelen vagy és neveletlen. Persze, bátor vagy, mert a feleségem annyira sokra tart. De ez nem igaz rám. Engem tisztelni fogsz. Majd én megtanítalak rá. Maga egy igazi zsarnok, tudja? Mit mondtál neki? Amit mondanom kellett. Kihabálást hallottam. Többet érdemelt volna. És őt is hallottad? Nagyon szemtelen. Istenem, Patricio. Miért véded ennyire Cecilia? Egy szörnyet nevelsz, egy kígyót. Ha sokáig marad a házban, a végén még belénk mar. Nagyon eltúlzott, Patricio. Mostantól kezdve a kezembe veszem az ügyet. Azt kérem, hogyha lehet, ebbe most ne szólj bele. És már nagyon elegem van ebből a témából. Most szeretnék egy kicsit olvasni, hogy lenyugodjak, mire San Romannal ebédelünk. Hogy gondolta, hogy eltitkolhatja ezt előle, miután tegnap este mindenki látta a galampárt? Nem tudom, mennyire hihető, de én sem gondoltam, hogy így fog végződni az este. Én ezt előre tudtam. Akkor többet tudott, mint én. Esküszöm, soha meg sem fordult a fejemben. Talán a maga fejében nem, Juan Miguel, de Estefánia fejében igen. Ezért látogatott meg annyiszor, és próbált olyan nagyon megnyerni magának engem. Mondja csak, hogy ilyen hirtelen összejöttek Estefániával. Nézze, Onélia, őszintén szólva, csak úgy megtörtént. Akkor semmi komoly, ugye? Figyelembe véve, hogy kiről van szó, a jövőkép kétségtelen. Azt akarja mondani, hogy el fogja venni őt? Megint elmész? Igen. Szeretnék egy hosszút sétálni a parton. Kiszellőztetni a fejem. Veled megyek. Ne fáradj, megyek egyedül. Elmegyek veled. Beszélgethetünk és együtt lehetünk. Ahogy akarod. Kisasszony. Igen? Juan Miguel úr megérkezett. Már is? Kérem, mondja meg neki, hogy várjon meg. Csak magamra kapok valamit, és jövök. Köszönöm. Igen, kisasszony. Ne, várjon! Hol van most Juan Miguel?
a halban. Szia, édesem! Nem számítottam rád ilyen korán. Csak azt mondtad... Semmi gond, nem baj, hogy korábban jöttél, sőt, csak magamra kapok valamit, és már is jövök. Elhoztam a könyvet, amit a múltkor kölcsön adtál, hogy beszélgethessünk. Jaj, de édes vagy, ennivaló, köszönöm. Marichui, gyere ide nyugodtan. Gratulálj Juan Miguelnek is, hogy együtt vagyunk. Gyerünk, mondj valamit. Tegnapikor el kellett, hogy vigyenek a partiról. Juan Miguel és én összejöttünk. Szerem? Igen, igen. És olyan nagyon boldogok vagyunk együtt. Hát nem akarsz gratulálni? Őha! Valaki nagyon szégyenlős. De biztos vagyok benne, hogy nagyon örül, hogy együtt vagyunk. Mert úgy szeret, mint a bátyát, nem? És te hogy szereted? Férfiként szeretem. És ő nőként szeret engem. Hát ez bizony nagy boldogság. Jaj, Marichui, még olyan gyerek vagy. És te? Én felnőttem. Vigyázz, nehogy korabén legyél. Annyi bolondságot mond ez a lány. Átöltözöm, és itt is vagyok. És tényleg boldog vagy? Mondtad a telefonban, hogy majd itt beszélhetünk. Habár Estefánia már mindent elmondott. Tőled akarom hallani. Tényleg együtt vagytok? Igen, Marichui. És el is fogod venni? Igen. El fogom venni Estefániát.